Kedves nézőink, remélem önök közül is sokan csatlakoztak már a műanyagmentes júliushoz. Akik esetleg nem tudnák, hogy miről is van szó, azok most nagyon figyeljenek. Gyakorlati tippek is következnek Árgyelán Marton Edina segítségével. Szia Edina, jó estét! Szia, jó estét! Amikor láttam az interneten ezt a felhívást, akkor eszembe jutott, hogy ugye volt már pár ilyen mentes felhívás a világban. Talán itt a Kölcsei Televízióban is beszélgettünk például a száraz novemberről. Ugye sokan olyankor úgy gondolták, hogy legalább egy hónapot kibírnak alkohol nélkül, és esetleg szebb lesz az életük, aztán valakik így is maradtak, tehát akár le is szoktak az alkoholról. Én úgy gondolom, hogy ez itt a műanyagmentes július esetében is arról szólna, hogy valamit megtanuljunk, és aztán életformává váljon. Milyen régi ez a kampány, és van-e már mondjuk valamiféle számszerű adat arról, hogy tényleg sikerült-e egy kicsit a borzalmas nagy környezetszennyezést mondjuk ennek a kampánynak a segítségével visszaszorítani? Hát számos hasonló kampány létezik világszerte. Ez most egy nagyon nagy és nagyon új, szóval konkrét számok még nyilván nincsenek, de a fő cél az az, hogy az egyszer használatos műanyagokat tudjuk kiszorítani az életünkből, amit igazából én azt gondolom, hogy nagyon könnyű megtanulni, úgyhogy ha egy hónapig tényleg tudatosan odafigyel rá az ember, akkor nagyon könnyű kiiktatni őket az életünkből. Ugye hát amikor ez az egyszer használatos műanyag szó elhangzik, akkor az ember a tányérokra gondol, meg esetleg a villákra, amit különböző szülinapi zsúrokon vagy partikon használ, de hát ettől azért sokkal-sokkal szélesebb a paletta. Sokszor eszünkbe se jut, hogyha a boltban például kérünk egy reklámszatyrot, akkor az is ugye egyszer használatos műanyagnak számít. Így van, mint a zacskó, amiben belerakjuk a zöldséget, mint amiben a húst kapjuk a hentesnél, a szívószálak, szóval nagyon-nagyon sok minden ide sorolható, még a folpak is, amivel lefedjük az ételt, mikor berakjuk a hűtőbe. Ezt nagyon korán kell elkezdeni, nyilván ezt a fajta szemléletet úgy gondolom terjeszteni, tehát talán már az óvodában, vagy lehet, hogy már a bölcsődében is ahhoz, hogy esetleg ez a generáció valóban megélhesse a nyugdíj korhatárt egy viszonylag élhető világban és élhető földön. És persze azt gondoljuk, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ilyen termékek nem is kerülnének forgalomba. Vannak mondjuk erre vonatkozólag már kezdeményezések, hogy egy kicsit visszaszorítsák magát a gyártást, hiszen ha nem lenne, akkor ugye nem vásárolnánk. Világviszonylatban vannak erre kezdeményezések, én viszont inkább azt a részét emelném ki, amiben mi magánemberek is tudunk egy kicsit tenni a klímavédelemért, hogy nagyon sok olyan üzlet létezik már, amik egyrészt csomagolásmentesek, másrészt meg kínálnak olyan termékeket, amelyek többször használatosak, illetve komposztálhatók, vagy nagyon jól gyűjtetők szelektíven, és ezért újra is hasznosíthatók. Sokszor ugye magát a csomagolást fizetjük meg, mert hogy borzalmas nagy dobozban például van egy aprócska csokoládé, és úgy gondolom, hogy a bekerülési költség tetemes része mondjuk ez a díszes kis csomagolás. Te magad üzemeltetsz egy olyan weboldalt, ahol gyakorlatilag ilyen hasznos tippeket adsz az embereknek. Mi hívta életre benned ezt az elhatározást? Mennyire vagy te magad környezettudatos, és ha igen, akkor ez mikor indult? Ez nem olyan régen indult, néhány hónappal ezelőtt, viszont régebbről indult maga a gondolat, hogy jó lenne egy kicsit zöldebbnek lenni. Én alapvetően marketingesként dolgozom, és számos ügyfelemnek egyre fontosabbá vált az, hogy a saját feladatkörén belül egy kicsit valamilyen módon zöldebb legyen, és elkezdtem erről a témáról nagyon sokat olvasni. És szembe jött velem nagyon sok cikk, nyilván a tipikus cikkek, hogy mi történik az óceánokban, ami azért Magyarországtól elég távol áll, mert hogy gondolja az ember, hogy mit tud úgy tenni, hogy Magyarországon közelében sincsen óceán, és mégis hatással vagyunk ezekre a dolgokra. És első körben például elkezdtünk szelektíven szemetet gyűjteni, és akkor döbbentünk rá, hogy amikor a műanyag kuka nagyon hamar tele lett, hogy úristen, mennyi ilyen szemetet termelünk nap mint nap, csak mi ketten a férjemmel. És utána így szépen lassan elkezdtem utána olvasni, hogy miket lehetne helyettesítésként alkalmazni, például a üvegkulacsot, amit vízzel meg tudok tölteni, a vászonszatyrot tudom használni, szóval nagyon sok ilyen apróság van, ami nagyon sokat jelent.
Ugye azt ígértük, hogy gyakorlati tippeket is adsz a nézőknek, hát többek között ez például egy ilyen gyakorlati tipp, hogy legyen nálunk mindig egy ilyen kis összegöngyölhető szütyű. Valahol én azt hiszem, hogy ami benne is van a szóban, környezet, tudatosság, de leginkább a saját magunk tudatossága lenne az elsődleges, hogy végig gondoljuk azt, hogy mit, mikor csinálunk, valóban, ha bemegyünk a boltba, ne hagyjuk a csomagtartóba az egyébként ott tárolt szatyrok tömkelegét. Én most a saját példámmal próbálok élni, illetve, hogyha eldönthetem, hogy egy kis műanyag dobozba tegyem be az uzsimat, vagy a szendvicsemet, akkor ne kapjam elő ösztömből a folpakot, és amikor már letépem, akkor jövök rá, hogy ez most megint teljesen fölösleges. Tehát egy picit talán le kellene csendesedni, és odafigyelni arra, amit teszünk. Azért sokkoljuk is egy kicsit a nézőket. Ugye egy-egy ilyen műanyag, az mondjuk egyszer használjuk, kidobjuk, mi történik ezután? Hány évre van szükség ahhoz, hogy ez tényleg eltűnjön, vagy egyáltalán lebomlanak ezek valaha? Hát azt mondják, hogy sok műanyag terméknek legalább 500 évre van szüksége ahhoz, hogy eltűnjön, valamelyiknek 1000, valamelyiknek meg még nem tudjuk, mert hogy van olyan, ami valószínűleg el sem tűnik, vagy legalábbis káros hatások nélkül nem tűnik el. Több millió tonna szemetet termelünk, csak a ilyen jellegű szemetet csak az Európai Unióban, ami elképesztő szám. Hát gyakorlatilag előbb-utóbb kiszorít minket a földről a szemét mennyiség, hogyha itt nem tudunk megállt parancsolni. Igen, amikor az előbb beszéltél, ugye az óceánok kapcsán nagyon sok olyan képet látunk, ahol a műanyag dolgok vannak az állatok beleiben, ugye tömegesen pusztulnak el az állatok, de azért itt Magyarországon is szerintem akár a gólyák, akár néhány évvel ezelőtt még ugye a békák, gőték itt éltek körülöttünk, és ma már szinte nem is látunk belőlük, hogy most kipusztultak, vagy valahogy nagyon-nagyon eltávolodnak tőlünk emberektől, és visszahúzódnak valami ős dzsungelbe, ezt nem tudom, minden esetre komoly figyelmeztető jelek vannak arra vonatkozólag, hogy elég nagy a veszély. Bevásárlóközpontokat akkor tehát meg tudjuk oldani, ha mondjuk a kutyusunkkal megyünk, és a szokásos kis nájlonzacskót visszük magunkkal, akkor például erre van-e valami tippet, most hirtelen eszembe jutottak a kutyások. Igen, léteznek olyan lebomló anyagból készülő, igazából ugyanolyan, tehát ha megfogom, akkor ugyanolyan zacskó, mint amit egyébként is használunk, ugyanolyan praktikusak, csak lebomlanak. Említetted, hogy több olyan üzlet van. Ez azért nagyon sok ember számára ugye a leggyorsabb és a legpraktikusabb, hogy a legközelebbi bevásárlóközpontba menjen be és ott vásároljon. És azért bár diabetikus termékek polca már van, de környezettudatos termékek polca még szerintem nincs sehol. Mondjuk szerintem nyugodtan elmondhatjuk a weboldalat címét, mert lehet, hogy ott még akár üzletekre vonatkozólag is tudsz tanácsot adni, tehát aki egy picit szeretne tenni a környezetért, hogy mégis mit csináljon, hová forduljon. Igen, főleg Facebookon és Instagramon találnak meg minket, a Hív a Klíma elnevezésre kell rákeresni. És igen, sajnos a fizikai boltokban még nagyon kevés ilyen lehetőség van, viszont nagyon érdemes szétnézni online, mert csak egyszer kell megrendelni, csak egyszer kell beszerezni, és utána évekig használhatjuk. Hát akkor azt gondolom, hogy zöldültünk egy kicsit így a műsorban, és talán azért is jó olyan emberek társaságában lenni, akik mondjuk zöldnek vagy környezettudatosnak vallják magukat, mert azért az ő lelkükben ott van az örök optimizmus és a remény, hogy ezt a földet meg lehet menteni. Úgyhogy kívánunk, Edina, neked további zöldülést, és várunk majd még hasonló témákban ide-vissza a weekendben. Köszönöm szépen! A felesleges hulladék termelése elleni küzdelem után egy másik harccal folytatjuk, sőt, akár harcművészetnek is nevezhetjük. 5. alkalommal lesz nemzetközi Thai Box és Kite tábor Tokajban. Éltető Péter vendégünk, aki ugye hát Thai Box mester és ennek a tábornak nyilván a szervezője is. Milyen volt a negyedik? És lesz-e mondjuk az 5. valamiféle változás az eddigiekhez képest, hiszen végülis nem csak a 4. beszélhetnénk, akár az elmúlt 4 táborról is. Igen, hát ez most jubiláló év lesz, úgyhogy tavaly is szerettük volna színesíteni, sajnos meghiúsult, hogy tájföldi edzővel készülhessen a nemzetközi csapat és a magyarok.
Úgyhogy Prágából egy jó barátom eljön, akivel nem, hát egy 6 hónapja ismerkedtünk meg, és nagyon jó barátságba kerültünk. Kompi Ficala mester, aki Prágában tart tréningeket, szemináriumokat Európa szerte, úgyhogy sikerült elcsalnom, úgyhogy azok a srácok, versenyzők, hobbisták még több Thai box technikát fognak tudni elsajátítani egy teljesen autentikus mestertől, úgyhogy... Akkor nem csak a résztvevők szempontjából lesz nemzetközi ez a tábor, hanem tulajdonképpen ugye az oktatók szempontjából is. Nehéz egyébként Thaiföldről egy mestert, egy edzőt ilyenkor Most már nem, tehát köszönhető ugye a közösségi médiáknak, viszonylag hamar, aztán jó kapcsolatokat ápolok több világszövetséggel, konkrétan 6-8 világszövetséggel, azoknak a vezetőjével, úgyhogy most már ez nem jelent problémát. Mire számíthat az, aki még sosem volt, de most mégis úgy dönt, hogy megy, vagy szükséges-e azért némi nemű előtanulmány a Thai box világában ahhoz, hogy valaki tényleg elmenjen erre a táborra? Igazán nem szükséges, tehát karatéból, bárhonnan, bármelyik küzdősportból válunk nagy szeretettel mindenkit, úgyhogy itt semmilyen tulajdonképpen, aki hobbista, annak nem fontos, hanem egy ugyanúgy, mint tavaly nagy élmény volt, ugyanúgy ezt követő éveken is, de hát mindig növekszik a létszám, úgyhogy sok országból jönnek, és azoknak az országnak a vezetői szintén mesterek több küzdősportban, de ugye inkább ringorientált a dolog, úgyhogy ezeket próbáljuk úgy összekovácsolni, hogy szinte majdnem minden egyes edzést más tart, úgyhogy ezért is nagyon, nagyon fontos, hogy aki nézőként is jön, hogy tudjon tanulni. Azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen klasszikus vakációt Tokajba, gondolom, hogy attól azért feszítettebb a tempó. Tehát aki ide megy, az tanulni akar elsősorban, nem pedig napozni. Világos, természetes. Aki jó edzésben van, annak természetesen van esélye arra, hogy kimegy majd a strandra, és még ott is a nap energiáit ugye magába szívja, vagy ugye esténként egy-egy túrát tegyen a vezetésemmel. Lesz ebben hegyi futás, tehát azért szeretném, aki először van itt, megismertetni Tokaj szépségeivel és a környék szépségeivel, úgyhogy ez egy nyaralás is lehet akár. Aki viszont nem olyan állóképességgel rendelkezik, azért kétszer-két óra kemény technikai tréning az azért megviseli a szervezetet, főleg, ha ilyen meleg lesz. És életkori határtólig van-e? 8 éves kortól engedélyezett, aztán a határ az a csillagos ég, aki még mozogni akar, vagy szereti, vagy ennek a sportnak a szerelmese, igen, vagy mester, oktatói szinten, az természetesen. Ma reggel beszélgettem egy 6 éves kislányjal, mondja nekem, hogy thaiboxoztam, és mondom, és mennyi ideig jártál? Hát kétszer voltam, és mondja, te olyan, fárasztó volt. Nem volt fárasztó, csak anyának nem volt ideje, hogy többet vigyen, úgyhogy néha a karriert sajnos a szülők miatt dől meg, de úgy gondolom, hogy az, aki komolyan veszi, az 8 évesen akár már elindulhat. Igen. Valóban egy nagyon szép sportkarrier felé. Milyen módon tud az jelentkezni, aki most úgy gondolja itt a televíziót nézve, hogy szeretne a Facebook profilomon keresztül fel tudják velem venni a kapcsolatot, és akkor teljes kiírás ott is akár megtalálja, de folyamatosan frissítjük ezeket a híreket velem. Akkor már csak azt nem mondtuk el most, hogy mikor is lesz, mert azt gondolom, hogy jövő hét kedden kezdődik, tehát 9-től 14-ig. Reméljük, hogy még színesebbé tesszük ezzel a tájmesterrel. Úgyhogy nagy szeretettel várok mindenkit, Kunkli Tivadar, mester és bajnok barátom, és Rebrei József, akivel tulajdonképpen évek óta együtt dolgozom. Sok híres mesteredző lesz még, szlovák válogatott, ukrán válogatott, úgyhogy színes lesz a csapat. Magyarországról sok neves versenyző, Győrből, Sopronból, úgyhogy klassz lesz. Remélhetőleg. Nézőnek is érdemes lesz elmenni. Igen, igen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást.
Tokaj után tovább utazunk, méghozzá Kocsordra, ahol július 13-án ismét falunap lesz, a részleteket pedig Földi István polgármester úrtól fogjuk megtudni. Jó estét kívánunk! Tehát ismét falunap, gondolom, hogy nagy lelkesedéssel, örömmel készülnek egyrészt a szervezők, másrészt pedig hát a falu apraja nagyja erre a bizonyos napra. Milyen hagyománya van ennek Kocsordon? Elsősorban sok szeretettel köszöntök mindenkit, a televízió nézőit, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A kocsordi Csikos falunap, sokan keverik a Csikos falunappal, ez a Csikos falunap, amely ugye annak köszönhető az elnevezése, a hagyomány szerint, hogy a településünk mellett folyó, Kraszna folyóban lévő Csikos falról kapta az elnevezését, és ezek alapján szokták azt mondani a kocsordiakra is, hogy például kicsit viccesen a Csikos hasúak, hiszen kereskedelmi szinten is foglalkoztak a hallal, valamint az étkezés szempontjából is egy fontos szerepet töltött be egy bizonyos időben. És hát mi más nevet adhattunk volna mi is ennek a gyönyörű falunapi elnevezésnek, mint a Csikos falunap, és ugye idén kerül megrendezésre a harmadik Csikos falunap is. Hosszú-hosszú évek után ismételten a településünknek a falunapja, amely évről évre elmondható, hogy egyre többen vesznek részt. Az első falunapon, ami volt 2017-ben 2-3 ezer között, a tavaly évben már 3 és 5 ezer fő között, idén pedig a biztonságtechnikai vezetőkkel elbeszélgetés alapján 5 és 8 ezer fő között várjuk már a kedves vendégeket, valamint ugye elsősorban a kocsoriakat. Ez egy nagy pozitívum a számunkra, hiszen a település lakosságának kívánunk elsősorban megfelelni, hiszen mindenkinek kell egy ilyen napot biztosítani, én úgy gondolom polgármesterként, de sok mindenkit várunk erre a csodálatosan szép napra Kocsordra is. Igen, arra gondoltam, hogy egyrészt vagy nagyon jó a marketing, hogy 2000-ből 8000 lesz, mert nyilvánvalóan a település ilyen ütemben azért, tehát ilyen lélekszámot nem lehet 3 év alatt produkálni, vagy legalábbis elég nehezen. Jönnek olyanok is, akik mondjuk itt születtek, vagy van valamilyen családi vonatkozásuk, vagy a környék településeiről is szívesen érkeznek erre a rendezvényre. A szervezőkkel nekünk a célunk az volt, hogy elsősorban a helyi és az elszármazott kocsordiakat is valamilyen szintre egy kicsit visszahívjuk, újra felelevedjenek nekik azok a gyönyörű szép gyermekévek például, hogy rég elköltözött ismerősökkel találkozhatnak. Ezt úgy megterveztük, hogy ez valóra vált, és ennek köszönhetően évről évre, ahogy terjed elfelé, egyre több elszármazott kocsordi ember hazalátogat Kocsordra, ha kell, akkor ebben az időszakban még néhány napra is, de persze természetesen a környező településeknek a lakosai, valamint a most közeljövőben lévő falunapra már a megyének a több pontjáról is érkeznek a kocsordi harmadik Csikos falunapra, hiszen elsősorban a marketing is, másosorban pedig az, hogy az emberek hogyan érezték magukat, és milyen tapasztalatokkal mennek el. A tapasztalatoknak a visszajelzése nagyon pozitívak, aminek nagyon örülünk, de ez elsősorban a képviselőtestületnek, a főszervezőasszonynak, valamint a mellette dolgozók is stábnak köszönhető, hiszen mindenkinek próbálnak megfelelni. Gondolom, hogy csodálatos a vendéglátás. Nos, hát akkor lehet, hogy a nézők között is lesznek olyan bátrak, akik 13-án Kocsord felé veszik az irányt. Milyen programmal készülnek? Elsősorban megpróbálunk mindenkinek, tehát minden generációnak megfelelni. Ez is az, ami hívja az embereket. 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, amely után elsősorban a helyi és a környékbeli kulturális programok fogják fölölelni ugye a műsorszámokat. Kocsordi Gyöngyfizér óvoda, Jókai Mór általános iskola, de környező településeknek is a hagyományőrző egyesületei, mint például a Milotai Férfi Népdalkör, és még lehetne ezeket ugye fokozni és sorozni. De ami a lényeg, hogy utána pedig az országban híres sztárok érkeznek ugye a településünkre. Ilyen például a mai fiataloknak ugye a GVM, aki eléggé elterjedt a mai években, valamint utána hát a régebbi korszaknak és egy másik stílusnak is, és kicsit meglepődtek, hogy hogyan kerülnek ide, de például már Debrecenben érdeklődtek, hogy elővételben lehet egy jegyet vásárolni. Gangsta Zoltán és a Carter egy élő koncertet adnak, ami egy jubileumi dolog a mi számunkra, hiszen 25 évvel ezelőtt voltak még annak idején Kocsordon, és hogy teljes mértékben örülnek annak, hogy ismét eljöhetnek. De utána például próbálunk a falusi hangulatnak Nótármérivel, Sósfecóval, Hencsivel, valamint éjszakára pedig egy másfél órás Gáspár Laci élő koncerttel várjuk a kedves vendégeket. És ugye nem csak a sztárokból, hanem folyamatosan a különböző programokból, falusi játszóház, motoros siklóernyő repüléstől megkezdve,
a különböző arcfestésen át, egy hatalmas vidám parkkal, amely már kedden kitelepszik a településre, és már kettő lehet ugye szerdától használni őket, különböző ételeken az egyesületek, amiket ugye készítenek, vadásztársaság, horgászegyesület, polgárőrség, különböző környező településeknek a híres nevezetes ételei, mint Kocsordnak például, amivel próbáljuk az embereket mindig csábítani, a kocsordi tengerikásás töltött káposzta, valamint a nagyon-nagyon finom gulyásleves és kötött tésztaleves is, amelyet szoktam mondani utána mindig, hogy ez is egy olyan dolog, hogy csábítja az embereket vissza Kocsordra. Hát ugye az embernek a hasa, ez egy nagyon fontos dolog. De... Ezt akartam mondani, polgármester úr, ez már most egy merénylet volt. Tehát egyrészt így ezeket az ételeket felsorolni, ilyenkor este már hat után nem eszünk, de szerintem a nézők akkor most már tényleg ott lesznek 13-án, mert ezek valóban finomak, és fantasztikus a műsor is. Akár Gangsta Zoli, akár Gáspár Laci, valóban érdemes már jó időben megtalálni a helyünket, még ha jegyet nem is kell erre a rendezvényre váltani. Hát köszönjük szépen, kívánunk akkor nagyon-nagyon jó szórakozást, és kellemes kikapcsolódást a harmadik kocsordi csikos napon. Ha valaki nyáron a hangos falunapok helyett inkább nyugalomra vágyik, az bátran mehet például könyvtárba, hiszen ilyenkor is vannak ott programok. Tomasovszky Anita, a könyvtár Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatójaként érkezett hozzánk, cuki kis könyvjelzőkkel, és persze tartalmas programokkal. Anita, ezt mutasd meg, mert ez nagyon-nagyon édes, ez a kis könyvjelző, amit hoztál, és ugye... Könyvkulcstartó. Vagy micsoda könyvjelző, látod már itt a... Teljesen megbolondultam, hát a könyvek láttál. Ezeket a ünnepi könyvhétre készítették a kötészet munkatársai, valamint a csiriptanya dolgozói, és ezeket osztogattuk a könyvsátorba látogatóknak. Hát el kell mondanunk, hogy a nagy kánikula és hőség ellenére nagyon jól sikerült az ünnepi könyvhét idén is. Szinte minden programunkon tele volt a sátor, az ingyenes beiratkozással is éltek, és az amnestia lehetőségével is, úgyhogy színes volt a program, zenei, irodalmi műsorban bővelkedtünk. Igen, azt gondolom, én is láttam is, és borzalmas meleg volt, és látni azt a tömött sátrat, gyakorlatilag ott ültek és várták a fellépőket, a bemutatókat, tényleg azért ilyenkor bizsereg az ember szíve, hogy van még remény, hiszen vannak, akik tényleg áhítoznak a kultúrára, és teljesen mindegy, hogy milyen időjárási viszontagságok, hőség, vagy eső, vagy bármi érkezik, ott vannak, és örülnek annak, hogy újabb és újabb csemegékkel ismerkedhetnek meg. Hát talán sok ember számára egyébként éppen a nyár az, ami egy kis nyugalmat hoz, és akár hová megy nyaralni, esetleg egy-egy könyv is a táskájába kerül. Nem tudom, hogy ilyenkor esetleg a könyvkölcsönzésnek a hosszát meg lehet egy picit hosszabbítani, vagy vannak-e olyan szabályok, amik módosulnak mondjuk a nyári nyitvatartás idejére? Hát ugye eleve van nyári nyitvatartásunk, egy hétre zár be a központi könyvtár augusztus 12 és augusztus 20 között. A 4-2-s funkciói fiókkönyvtáraink Nyírszőlősön, Oroson, Kertvárosba és Sóstóhelyen július 29 és augusztus 20 között bezár. Uh-huh. A két nagy fiókkönyvtárunk, a Vécsey utcai fiókkönyvtár és az Örökösföldi fiókkönyvtár pedig egész nyáron nyitva tart. A hosszabbítás meg természetesen telefonon, személyesen, illetve online is történhet, úgyhogy nyugodtan vihetik az olvasók a nyári könnyedebb olvasmányokat. Mindemellett strandkönyvtárral is várjuk az érdeklődőket a parkfürdőbe. Július 15 és augusztus 16 között 10 és 18 óra között. Ugye a strandon nincs könyv, vásárlási lehetőség, vagy újságárus, így kitelepülünk oda, és a turistáknak, a strandolóknak könnyed nyári olvasmányokban, napilapokkal, folyóiratokkal kedveskedünk. Ez hogy néz ki, hogy mondjuk délelőtt kikölcsönzök valamit, és hogyha nem tudom, akár újságot, mert nyilván lehet, hogy a háború is békét nem tudnám estig elolvasni, de mondjuk egy kis könnyedebb kötetet akár, vagy egy verses kötetet, és mondjuk záráskor pedig visszaviszem? Így van, de hogyha valakinek nagyon megtetszik és szeretné, akkor haza is viheti. Hát tehát rugalmasak vagyunk, és a külföldiek tavaly találkoztak
ezzel a strandkönyvtárral is nagyon tetszett nekik, főleg, hogy idegen nyelvű folyóiratokat is tudnak olvasni, hát nagyon népszerű a strandolók körében. Szuper, gondolom, hogy sok gyerekprogram is lesz, vagy legalábbis a gyerekekre is koncentráltuk, ugye itt a vakáció, akkor néhány programot itt a nyárból villancsunk föl. Természetesen vannak gyermekprogramjaink, ugye már hagyományosan minden nyáron elindítjuk a Légy te a nyár könyvfalója, olvasáskihívási versenyünket. A gyermekkönyvtárban ez 10-16 éves gyerekeknek szól. Van egy lista, amiből választhatnak. Magyar nyelvű, vagy magyar szerzők és külföldi szerzők, kortárs szerzők könyveiből hozzájuk tartozik egy feladatlap. Ezt a feladatlapot kitöltve leadják a gyermekkönyvtárba, és aki a legtöbbet olvas, az részt vesz a nyeremény játékba, és az első díj egy e-book olvasó lesz. Természetesen a második és hatodik helyezetteket is nagyon értékes jutalomba fogjuk részesíteni, és ugyan erre a könyvfalóra, csak könyvhódító címmel az Örökös Földi Fiók könyvtárunkban is indul, az pedig a 7-14 éves korosztályt szólítja meg, ugyanígy minél több könyvet elolvassanak, ezeknek az eredményhirdetése pedig majd az Országos Könyvtári Napok keretében lesz majd. Természetesen várjuk a családokat, pincétől a padlási könyvtárbemutató foglalkozásra lehet bejelentkezni, a Csiriptanyán kézműves foglalkozásokra várjuk a családokat, táborozókat, úgyhogy vannak programjaink a nyáron is. Nos, hát akkor erre busztítunk mindenkit, ha nagy a kánikula, akkor menjenek hűsölni és egy kicsit olvasgatni a könyvtárba, és a honlapon pedig úgy gondolom, hogy minden praktikus információ ott lesz. Köszönjük szépen, Anita, és kellemes nyaralást és olvasást neked is. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a mai weekendbe. A hétvége további részére kellemes pihenést és hűsölést kívánunk. Jövő héten pedig tartsanak velünk, amikor a Zene Sóston programjairól beszélgetünk majd, és bemutatjuk a Keletbrass Band legújabb videóklipjét is. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, viszontlátásra.